kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és rajtuk keresztül a választópolgárokat. Legyvesi Zoltán vagyok, a Fidesz Veszprém megyei 3 számú választókerületének elnöke. Az illegális bevándorlási hullám egész Európát robbanással fenyegeti. Magyarország határait illegálisan átlépők száma mára meghaladta a 280 ezer főt. Európa és Magyarország példátlan nagyságú tömeges népvándorlással áll szemben. A folyamatnak még csak a kezdetén járunk, hiszen bőven van utánpótlás, milliók készülnek útra. Kiderült a hétvégén az is, hogy Afganisztánban 1 millió új útlevelet adtak ki, a Magyarországon eddig regisztrált migránsok száma pedig 79 ország állampolgárait teszi ki. A bevándorlás már nem csak dörömböl, a bevándorlók már csak nem csak dörömbölnek, de a röszkénél látottak szerint ránk is törik az ajtót. Európa tárva nyitva hagyta az ajtókat, sőt, még meghívókat is küldött a bevándorlóknak. 2015-ben Magyarországon kétfajta politika létezik a migrációval kapcsolatban. Az egyik meg akarja védeni Magyarországot, a magyar embereket, meg akarja őrizni nemzeti kultúránkat és európaiságunkat. A másik valamilyen megfontolásból ez ellen tevékenykedik. A kormány nemzeti konzultációt hirdetett, amely során több mint 1 millió ember mondta el véleményét. 1 millió ember mondta, hogy az országot meg kell védeni. Minden lépés, amit a magyar kormány eddig tett, és amit még tenni fog, ebből a kötelességéből fakad. A magyarok a konzultáción azt is világossá tették, hogy az Európai Unió megengedő politikája megbukott bevándorlás tekintetében. Valamint azt is világossá tették, hogy a bevándorlás és a terrorizmus térnyerése között az ország lakossága lát összefüggéseket. Felfogásunk szerint a világ legtermészetesebb dolga, hogy az ember megvédi önmagát, megvédi családját, megvédi hazáját, megvédi vagyontárgyait. Magyarország 1000 évig védte Európa határait keletről és délről érkező veszedelemmel szemben. Magyarországnak a Schengeni Egyezményben lefoglalt kötelezettsége, hogy az Európa Unió határait is védje, védelmezze. Mivel az Európai Unió láthatóan nem képes erre a védelemre, ezért Magyarországnak kell megvédenie maga és az Európa Unió határait is. Európa ma gazdag, de gyenge. Ez a lehető legrosszabb kombináció. A brüsszeli politika és a nagyhatalmak csak rontottak a helyzeten, mert menekülnek tekintik azt is, aki valójában illegális gazdasági bevándorló. Így jutottunk oda, hogy veszélyben van Magyarország, és veszélyben van egész Európa. Ki kell mondanunk, hogy felelőtlen minden európai politikus, aki a jobb élet reményében kecsegtetve arra bátorítja a bevándorlókat, hogy hagyják hátul hazájukat, hagyják hátul családtagjaikat, gyermekeiket, és egy jobb élet reményében induljanak útra Európa felé. Eközben Magyarországon látható, hogy mind a baloldal, mind pedig a radikális jobboldal veszélyes politikát folytat. A magyar baloldal bevándorláspárti. Nem a magyar emberek érdekeit nézi, hanem felelőtlen magatartásával tovább mélyíti a kialakult válsághelyzetet. A Jobbik pedig kétszínű politikát folytat. Lélekben iszlámpárti, szólamokban bevándorlás ellenes. A magyar kormány ennek megfelelően egyértelmű lépéseket tett. Az ország biztonságos harmadik országgá nyilvánította Szerbiát, azt az Európai Uniós tagjelöltet, akinek így már nem kell, hogy fogadjuk az onnan érkező bevándorlókat, ők nekik nem kell menedékjogot adni, lehetőség nyílik a visszatoloncolásukra. A szerb-magyar határszakaszon elkészült a műszaki határzár, amely láthatóan működik. Korábban arra lehetett számítani, hogy a határzár miatt körülbelül egy hatodára, egy hetedére fog lecsökkenni a migránsok száma. Ezzel szemben szeptember 21-én az illegális határátlépőknek mindössze 3%-a érkezik magyar-szerb határszakaszról. Baranya, Somogy és Zala megye Horvátországgal közös határain is folyamatban van az ideiglenes határzár felépítése.
Magyarország a jogszabályokat is szigorította. Ennek érdekében, hogy határait megvédhesse a II. Világháború óta zajló legnagyobb népvándorlással kapcsolatban. Ma már a rendőrséghez hasonlóan a katonaság is rendelkezik olyan eszközökkel, amelyben a migránsok előállíthatók, elfoghatók, és a katonák is szolgálatot teljesítenek a határ ellenőrzés tekintetében is. A rendőrség és a honvédség jogszerűen és hatékonyan tud fellépni a határzár biztosítása érdekében. A magyar kormány döntéseit most már nyugat-európai vezető politikusok is elismerik. Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a Keresztény Szociális Unió elnöke szerint Németország nem tudna úrrá lenni a helyzeten, ha Orbán Viktor nem zárta volna le a magyar határokat. A bajor miniszterelnök szerint sokan meg fogják még köszönni Európában a magyar kormányfőnek ezt a lépését. A Financial Times tudósítója szeptember 21-én arról írt, hogy Brüsszelben egymás között már sokan elismerik a magyar miniszterelnök lépését. Robert Fico, szlovák miniszterelnök szerint Magyarország igyekszik a problémára önállóan reagálni, ami tiszteletet ébreszt a világban. De amíg nem lesz egységes európai cselekvési terv, addig a problémát nem tudjuk megszüntetni, de addig sem ülhetünk tétlenül. Magyarországnak van megoldási javaslata, amely elvezetheti országainkat egy működő, összeeurópai cselekvési terv felé. A problémát annak forrásánál kell kezelnünk, ezért menekültáborokat nem az Európai Unión belül, hanem azon kívül kell létrehozni. A kvótarendszer csak szétteríteni a problémát európai tagállamok között. Erre mondjuk mi magyarok, hogy Brüsszelben fordítva ülnek a lovon. Mi azt javasoljuk, először vegyük elejét a népvándorlásnak, majd miután megvédtük határainkat, utána beszéljünk arról, hogy mit is kezdjünk azokkal, akik ide jöttek, vagy ide szándékoznak jönni. A napokban tájékoztatást kértem Szoboszlai Tibor ajkai rendőrkapitány úrtól, hogy az ajkai, illetve a megyei rendőrök milyen szolgálatot és hogyan teljesítik a határzáron a feladataikat. Kifejeztem elismerésemet és köszönetemet kapitány úrnak a rendőr és katona kollégák szakszerű és határozott munkájáért, a megfeszített fizikai és pszichikai tehertételért. Köszönöm szépen! Azt szeretném megkérdezni, hogy nyugtassuk meg az ajkaiakat, hogy nem fogja érinteni őket ez a nagy bevándorlás hullám. Néhány héttel ezelőtt felrobbant egy álhír, miszerint a Veszprém megyei területekre is be fognak migránsokat telepíteni. Egészen pontosan az újdörögi laktanya került szóba. A kormány még aznap kiadott egy nyilatkozatot, amelyben megnyugtatta Veszprém megyeieket, hogy sem Újdörögre, sem bármilyen másik Veszprém megyei területre ilyen migrációs terv a kormánynak nincsen. Még egy álhírt lehetett hallani mostanában az interneten keringett, hogy bevezeti a kormány újra a sorkatonaságot. Úgy tudom, ezt azonnal meg is cáfolták. Mi ebből az igaz? Ezzel kapcsolatban információm nekem nincsenek. Én azt gondolom, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz vagy az illetékesekhez kell fordulni. Én is olvastam ezzel kapcsolatos híreket, de a többet én sem tudok mondani, csak mindazt, ami a sajtóban megjelent. Köszönöm. 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 Gratulálunk az új kinevezéséhez. Köszönöm szépen. Egyben szeretném megkérdezni, hogy azzal együtt ajkán is tisztújítás zajlott a Fideszben. Miért volt erre szükség és milyen változások történtek? Két éves tisztújítási folyamat zajlott a Fideszben. A Fidesz valamennyi tisztségviselője két évvel ezelőtt kapta a megbízatását, és az a megbízatás 2 évig szólt. Ez azt jelentette, hogy a Fidesz kongresszusa előtt, ami most november 15-én lesz, ezt a Fidesz kongresszus megelőzően létre kell hozni a tisztújításokat valamennyi szervezetben, valamennyi helyi és valamennyi területi szervezetben egyaránt. Majd amikor ez a tisztújítás megtörtént, akkor fog lezajlani az országos konferencia és az országos kongresszus, és ott is meg fog történni a tisztújítás. Tehát ez a tisztújítás, ez egy tervezett tisztújítás volt, valamennyi ország, az ország valamennyi Fidesz szervezetében megtörtént. Ez megtörtént Ajkán is, a mi választókerületünkben is.
Orbán Viktor miniszterelnök úr, a Fidesz elnöke engem bízott meg a választókerületi elnöki feladatokkal, és ebből következően megkezdtem a helyi szervezetek tisztújítási folyamatát is. Ennek következtében Ajkán is megtörtént a tisztújítás, a Fidesz elnöke egyhangú szavazással Fülöp Zoltán úr lett, a Fidesz alelnöke szintén egyhangú szavazással Ékes József, Ravasz Tibor és Somosi Zoltán lettek. Ebből következően megtörténtek a választókerületi tisztújítások is, majd ezt követi a megyei tisztújítás is. Ez még nem történt meg, tehát a megyei tisztújítás előtt vagyunk, de tegnap volt a választókerületi tisztújítás is. Az azt jelentette, hogy választókerületünkből összesen 6 ember lesz, aki részt fog venni a megyei választmány munkájával. Ebből a 6 emberből 3 ajkai, pontosabban 7 emberből, hiszen magamat ajkainak sorolom, de valójában nem csak ajkai vagyok. Tehát rajtam kívül Ravasz Tibor és Fülöp Zoltán lesz tagja még a Fidesz megyei választmányának. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönjük szépen a megjelenést.